Talán emlékeznek rá a kedves nézők, hogy a múlt héten, a múlt heti adásban Mai Károly születésének 175. évfordulója alkalmából Vinetúrról is meséltem, az apacsok főnökéről. Egy dolog akkor azonban pontosabban egy tárgy kimaradt, méghozzá a kalumet, azaz a béke pipa. Na nem csak ezért jutott eszembe, hogy most beszéljünk a pipákról, mert van már a pipázásnak is világnapja. Félreértés ne essék, most nem a dohányzásról lesz szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a békepipa után vajon milyen pipák léteznek, és Mik jelentek meg a különféle pipákon. De a békepipáról azért tudni kell, és ezt az indiánok elmesélték, hogy hatszor kellett megszívni és kifújni, egyszer felfelé, egyszer lefelé, és aztán a négy égtáj felé. De, tehát mondom, nem a dohányzás, hanem sokkal inkább az, hogy a pipákon, a pipa fejeken, a szószoros értelmében milyen műalkotások jelenhettek meg. Na, Erről majd egy picit ö, később, de nem szaporítom tovább a szót mert tulajdonképpen a pipáknak és a pipázásnak a történetét, hogyha megnézzük, akkor hát bizony nem nagyon szerette se az egyház, se az akkori, a korabeli nemesség, sőt tiltották is, olyannyira, hogy például 1633-ban emiatt keletkezette egy, mármint a pipázás miatt, egy hatalmas tűzvész, méghozzá Konstantinápolyban, és akkor a szultán halálos büntetéssel sújtotta, hogyha valakit a pipázáson ért. Na most annak ellenére, hogy a pipázás valahol és mindenkorban mindig a férfiasság szimbóluma volt. No de, milyen pipák is vannak? Nos, hát készültek pipák cseréből, megyfából, olajfából, juharból, és még sorolhatnám, mert nagyon sokféle van. Úgyhogy még a történetről annyit, hogy a, már az okori görögök és a rómaiak is pipáztak, csak hát miután akkor még nem ismerték a dohányt, egészen mást szívtak, hogy mit abban én most nem mennék bele, de utána lehet nézni. Szóval a pipa fajták, tajték pipa, cserép pipa, pipa, aztán kukorica, csuha pipa, vízi pipa, és megint csak azt tudom mondani, és ismétlem egy kicsit önmagam, hogy az összeset szinte el sem lehet sorolni. Manapság egyébként a pipákat múzeumokban őrzik, meg a pipatóriumokat is, és akkor most érek rá, mint az előbb mondtam, a művészi ábrázolásra. Nézzék csak, 1863, Árpád pajzsra emelése. Aztán 1850-ben készült, hogyha jól emlékszem, a vérszerződés, álmos vezérről van szó. Ez egy fapipa volt egyébként aztán Milleniumi Tajtékpipa 1896-ból, és Kossuth Lajos pipája 1830-ból. Nézzék csak! És egyébként Kossuth Lajos pipáját a Nemzeti Múzeumban őrzik. Aztán 1825-ben, csak érdekességként mesélem el, az a Pozsonyi Országgyűlés idején Széchenyi István politikai klubot alapított, ahol is a meghívott képviselőket száz megtömött pipa várta, hogy pipafüst mellett vihassák meg a nemzeti nyelv, a nemzeti alkotmány és az első magyar tudós társaság létrejöttének hogyan nyárt, miként mikéntjét. És végül... Ugye ismerik a ritmust, az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa, papi, fapipa, és ezt egyébként 1931-ben el is mondták, euh, méghozzá az Ibafai Lakodalom című operetben. És hogy milyen is volt az ibafai fapipa? Most kérem szépen, létezett? Ilyen volt.